sziasztok! Zajkó Roland vagyok, és ez itt az Erste Poweron Business vlogja, aminek a témája az ellenvetés kezésnek egy speciális fajtája, mégpedig az, amikor azt mondja az ügyfél, hogy drága. Ez a videó az értékesítéssel foglalkozó sorozatunk utolsó darabja, úgyhogy remélhetőleg ezzel teljessé vált ez a ciklus, és sikerült átadni azt, hogy mi is az értékesítés, miről szól és hogyan kell jól csinálni. Tényingeken, mikor értékesítőket képzek, akkor gyakran hallom azt, hogy bármi jöhet, bármivel megküzd az értékesítő, csak nem mondja az ügyfél azt, hogy drága. Mert ha azt mondja, hogy drága, akkor az azt jelenti, hogy kevés pénze van rá, már pedig pénzt az értékesítő nem tud adni az ügyfélnek néha még azt is mondják, hogy ők meg se kérdezik az ügyfélnek egy-egy ügyletre mennyi pénz van, vagy mit tervezett vele, mert attól tartanak, hogyha az elmondja a vásárló az ügyfél, és ezzel kinyilvánít valamilyen akaratot, szándékot, akkor attól a későbbi ebben nem fog eltérni, nem akar eltérni, vagyis ha kiderül a végén, hogy a termék az többbe kerül, mint ahogyan azt ő gondolta a folyamat elején, akkor nem fogja megvenni. Én azt gondolom, és az én technikám az az, hogy megkérdezem, hogyha lehetőség van rá, kiderítem, hogy mekkora az ügyfélnek a költségkerete, a büdzséje. Szóval én azt gondolom, hogy az értékesítés, és főleg a konzultatív értékesítés az együttműködésről és az információ alapú döntésekről szól. Vagyis ha van egy olyan információ, amit az ügyfelem tud, de én nem, akkor mindig hátrányba fog kerülni. Én szeretném tudni, hogy neki mi az elképzelése az árról, azért, mert ha tudom, hogy ez a terület, ez a téma valamilyen módon kettőnknél különbözik, akkor ezt a különbséget kell nekem bezárni az igényfelmérés ajánlattétel és az ellenvetés kezelés közben. Vagyis én szeretném tudni, mert akkor fel tudok készülni rá, hogy valamikor meg fog jönni majd ez az ellenvetés, hogy drága, és akkor nem meglepetésként fog érni, hanem már készen lesz a fejemben, hogy mit és miért fogok mondani. Úgyhogy nézzük is meg, hogy az, hogy drága, az pontosan mit jelenthet, és mit kell csinálni a különböző helyzetekben. A drága az egy ellenvetés, egy speciális ellenvetés, és az ellenvetésről már készült egy videó. Ha még nem láttad az előző videót, akkor kérlek nézd meg, mert nagyon sok hasznos információ van benne, amire itt csak visszautalni fogok. Amikor valaki azt mondja, hogy drága, akkor sokszor gondoltunk arra, hogy tudom, mit ért alatta, hogy túl van árazva a termék, vagy nincs neki erre pénze. De ez nem igaz. Amikor valaki azt mondja, hogy drága, akkor nem tudjuk, hogy pontosan mire gondol, ezért az ellenvetés kezelés szabályának megfelelően az első dolgunk az, hogy kérdésekkel kiderítsük, hogy pontosan miért is mondja azt, hogy drága. Ezek nem trükkös, furmányos kérdések, meg lehet kérdezni azt, hogy mire gondol pontosan, mit ért ez alatt, miért mondja azt, hogy drága. Ugye bármi, ami valamilyen beszélgetést kezdeményez, és annak a segítségével többet megtudhatunk az ügyfélnek az ellenvetéséről. És ha megtudjuk, hogy mi van mögötte, akkor sokkal magabiztosabban és sokkal jobban fogjuk tudni kezelni. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi lehet a mögött, ha az ügyfél azt mondja, hogy drága, mi lehet mögötte a valóságban. Nemrég értékesítők képzésére kértek fel, és én elmentem, találkoztam a cég vezetőivel, felmértem az igényeket és az elvárásokat. És a beszélgetés egy pontján az is kiderült, hogy egyébként ők körülbelül két tréningnappal és annak megfelelő költséggel számoltak. Az igényük az volt, hogy szerették volna, hogyha az értékesítőik, azok alkalmasak, képesek lesznek arra, hogy magasabb beosztású emberekkel, nagyobb cégek vezetőivel, tulajdonosaival és magabiztosan, kreatívan, kedvesen tudjanak társalogni, és természetesen mellette tudjanak fókuszálni az értékesítésre is. Én minden szakmai tudásomat latba vetettem, elkezdtem gondolkodni, hogy lehet ezt megcsinálni két nap alatt, de nem találtam rá választ, úgyhogy választási lehetőség előtt álltam. Csinálhattam volna azt, hogy elfogadom és megcsinálom ezt a tréninget két napban. Az eredmény a lehető legjobb volna, de még mindig nem az, mint amit az én ügyfeleim elvárnak, és akkor kezelem ezt az ügyfél élményt, ami lehet, hogy nem teljesen pozitív. Az is lehetett volna, hogy azt mondom, hogy ezt nem lehet megcsinálni, és elállok az ügylettől. Én azonban egy harmadik megoldást választottam, és szerintem ez a konzultatív értékesítésnek a megoldása. Teljesen őszintén eléjük tártam a dilemmámat elmondtam azt, hogy szerintem az igényeik azok nem teljesíthetőek két nap alatt, legalábbis nincs olyan módszertan, amit én ismernék, és lehetne használni ebben a helyzetben, és meghozna a kívánt eredményt. És azt is elárultam nekik, illetve elmondtam nekik, hogy én hogyan csinálnám. Megmutattam, hogy az, amit én kitaláltam, ami nem egy kétnapos tréning, hanem egy sokkal hosszabb fejlesztési folyamat, hogy miért gondolom azt, hogy ez a megfelelő megoldás, és ez hogyan fogja az ő igényeiket és elvárásaikat teljesíteni. Nagyjából háromszannyiba került ez a megoldás, mint amit ők terveztek, és először azt mondták, hogy hú, hát ez elég drága, de végül megvették. Megvették azért, mert felismerték azt, hogy ők a rossz dolgot árazták be. Ahhoz képest, hogy két nap mennyibe kerül, valóban drága volt az ajánlatom. Viszont amit ők szerettek volna elérni, azt meg nem lehetett megcsálni két nap alatt, úgyhogy látták, hogy vagy az igényeiket, az elvárásaikat csökkentik, vagy pedig az ára vonatkozó keretüket fogják megnövelni. És mivel volt pénzük, ugyanakkor az értékesítők fejlesztése, az image, meg az eredmény, amit behoznak az értékesítők, az nagyon fontos, ezért végül megkötöttük az üzletet, ami egy kiváló eredménnyel zárult. Szóval a drága az jelenteti azt, hogy többe kerül, mint amit terveztem, de ha megmutatod, hogy miért kerül ennyibe. Ha megmutatod, hogy a tervezésben én ügyfélként milyen hibát követtem el, akkor örömmel kifizetem az árat, amit kérsz. Ebben az esetben a kulcs az igényfelmérés, és természetesen a szakmádnak a nagyon alapos, nagyon mély ismerete, és az a tudás, hogy ezt az ismeretet át adni az ügyfélnek is. Vagyis ne ijedj meg, és főleg ne oktasd ki az ügyfeledet, hanem mutasd meg, tanítsd, edukáld, hogy ő is megértse, hogy mi az, amit rosszul árazott be, és mi az a megoldás, amire neki igazából szüksége van. A drága jelenteti azt is, hogy a vásárló ugyanezt a terméket vagy szolgáltatást, vagy legalábbis amit ő ugyanannak hitt, valahol máshol olcsóbban látta. Az internet egyébként tele van vicces képekkel, ahol ö, olyan embereknek a tetoválásait látjuk, akik azt hitték, hogy az oroszlán tetoválás itt is, meg ott is ugyanaz lesz, csak az egyik helyen. 2000 dollárba, a másik helyen pedig 200 dollárba kerül. Szerintem megnézve a képeket, ők is aztán már rájöttek, hogy rosszul döntöttek. Valószínűleg a tetováló művész, aki nem egy értékesítőként gondolt magára, ilyenkor elengedte, vagy nagy Isten még el is hajtotta őket, de nekünk értékesítőként más dolgunk van. Nekünk az a dolgunk ilyen helyzetekben, hogy nagyon alaposan megismerjük azt, hogy mi az, amire az ügyfél azt gondolja, hogy ugyanaz a megoldás, termék vagy szolgáltatás, mint amit mi kínálunk neki. Pár kérdéssel ilyenkor derítsd fel, hogy, hogy mi az a termék, amit ő látott, mit látott pontosan, vagy mit hallott pontosan, és nézd meg azt, hogy amit ő tud erről a termékről vagy szolgáltatásról, az mennyire esik egybe az ő igényeivel. Hiszen ha a terméked nincsen túlárazva, akkor valószínűleg a tiéd azért drágább, mert valamiben több, valamiben jobb akár a garanciális feltételei, a fizetési feltételek, a szállítás. Szóval valami, ami az ügyfél számára fontos, az a tiédben benne van, a másik olcsó termékben vagy szolgáltatásban pedig nincsen benne. De ilyenkor azt kell tenned, hogy rájössz arra, hogy mi az, ami az ügyfélnek fontos, és hajlandó érte fizetni, és egyébként a tiédben benne is van, a konkurencia termékéből vagy megoldásából ugyanakkor hiányzik. Mutasd meg, hogy mik azok az igények, amelyek nem fognak teljesülni akkor, hogyha nem a te termékedet választja, és mutasd meg azt is, hogy ennek mik lehetnek a hosszú távú következményei. Használd fel az információkat, amiket korábban hallottál az ügyféltől. Hogyha azt mondja, hogy neki fontos a minőség vagy hosszú távon gondolkodik, akkor ezeket a témákat hozd vissza a beszélgetésbe és ha van valami extra, amit te beépítettél az áradba, bármilyen extra szolgáltatás, vagy pedig garancia, ami miatt az árad magasabb lehet, mint a versenytársadé, akkor ezt mindenféleképpen közöld vele. Nagyon fontos, hogy fel tudjuk vázolni az ügyfélet, közösen tudjunk gondolkodni és meg tudjuk nézni, hogy valóban mi a lehető legjobb megoldás, amit az ügyfélnek meg kell vásárolnia. Lehet, hogy furcsán hangzik, de ilyen esetekben én nem arra törekszem, hogy mindenféleképpen tőlem vásároljon arra törekszem, hogy ketten, közösen együttműködve derítsük ki, hogy melyik a legjobb megoldás az ő számára. Hiszen, hogyha én az én terméken vagy szolgáltatásom lesz a legjobb megoldás az ő számára, akkor úgy is tőlem fog vásárolni. Ha pedig valahol valamit olcsóban látott, és neki az a megfelelő, akkor vegye meg, hiszen az értékesítés az nem arról szól, hogy minél több pénzt szerzek magamnak, hanem arról, hogy minél több értéket teremtsek az ügyfeleimnek. És ezek az események, vagy ezek a viselkedések, ezek mindig előbb vagy utóbb kifizetődnek. A drága jelenteti azt is, hogy túl sok. Nem az ár, hanem a termék vagy a szolgáltatás, amit kínáltál. Akkor is azt szoktuk mondani valamire, hogy ez nekem túlságosan drága, hogyha többet tud, mint amire nekem szükségem van, mint amire nekem igényem van. Úgyhogy, ha ezért mondja az ügyfél azt, hogy drága, annak az lehet az oka, hogy az igényfelmérésben valamilyen hibát elkövettél, vagy nem úgy értetted, nem úgy interpretáltad az ügyfél szavait, ahogyan azt ő gondolta, de lényeg az, hogy kettőtök között van valami félreértés, és ezért aztán te túl sokat, túl nagyot, túl minőségit, túl bonyolultat ajánlottál neki, és ez neki túl sok, ezért azt mondja, hogy drága. Ha ekkor megkérdezed, hogy mit is ért alatta, és kiderül ez a sokság, hogy nem az árat sokalja, hanem a terméket, szolgáltatást és annak a körét, annak a minőségét, annak a kiterjedtségét, akkor az igényfelméréshez kell visszamenni, pontosítani kell az igényeket, rá kell jönnöd, hogy melyek azok az igények, amelyek az ügyfélben nincsenek meg, csak te azt hitted, hogy ott vannak, és aztán az ennek megfelelő terméket kell neki ajánlani, ami valószínűleg már az előzőnél olcsóbb lesz. Előfordulhat, hogy az ajánlattétel során nem utaltál vissza eleget az igényekre, nem mutattad meg, hogy a te megoldásod egyes részei hogyan kapcsolódnak az ő igényeihez, szükségeteihez, és milyen előnyöket, milyen hasznokat fognak hajtani az ő számára. Elképzelhető, hogy az ügyfeled azért mondja valamire azt, hogy drága, mert egy költségként tekint rá, miközben egy befektetésként, egy kezdeti beruházásként kéne rá tekintenie. Ez főképp marketing szolgáltatásokkal, tréningekkel, vagy mondjuk valamilyen tervezéssel kapcsolatos szolgáltatással szokott felmerülni. Ebben az esetben a te dolgod az az, hogy elkezd beszélgetni az ügyféllel, és megpróbáld őt átállítani erre az újfajta szemléletre, vagyis hogy ne az árat nézze, hanem a haszonkulcsot, azt a profitot, amit ennek a segítségével meg tud nyerni, realizálni tud. Az is lehetséges egyébként, hogy zsigerből vágta rá azt, hogy drága, és hogyha lebontod az ajánlatodat részekre, akkor jobban meg tudod neki mutatni, hogy tulajdonképpen a pénzért cserébe milyen előnyökhöz, milyen hasznokhoz jut. A titok itt is a beszélgetés, az, hogy megkérdezem, hogy mire gondol pontosan, megnézem, mi van az ellenvetése mögött, és megpróbálok mindent megtenni, hogy ezt az információhiányt eloszlassam és kezeljem az ellenvetését. Tavaly a Balkánon jártam motorral, és szerettem volna biztosítást kötni. Úgyhogy fel is mentem egy bizonyos oldalra, és megnéztem, milyen biztosítások vannak és mennyiért, és mindegyik elképesztően drága volt. Szóval néztem az összegeket, és nem akartam hinni a szememnek, arra gondoltam, hogy inkább megyek biztosítás nélkül, hiszen úgysem történt olyan nagy baj, és egyébként meg ha kiszámolom, hogy mondjuk minden ötödik biztosításnál történik valami nagy baj, még akkor is gondoltam én, pluszban leszek, és nem kell biztosítást kötnöm. Aztán megnéztem, hogy mennyibe kerül nekem az, hogyha mondjuk az Albán tengerparton lerobban a motorom, és azt onnan haza kell hozatni Trélerrel, és ennek az összegnek a tükrében, ennek a fényében, hát már nem is tűnt olyan rémesnek a biztosításnak az összege, sőt kifejezetten elenyésző volt. Vagyis ha a terméked tartalmaz valamilyen olyan költséget, ami nem triviális, nem egyértelmű, drágább, bonyolultabb, nehezebb valamit megcsinálni, mint ahogyan azt egy átlagember, aki nem ért a te gondolná, akkor az ajánlattétel esetében ez mindenképpen emelt ki, mert ezzel meg tudsz előzni egy ellenvetést, meg tud előzni azt, hogy az ügyfeled drágának gondolja a terméked. Ha már megtörtént ez, és elmondja, hogy drága, és te rájöttél, hogy nem érti, nem látja, hogy mi kerül ezen ennyibe, akkor megint csak az lehet a jó technika, hogyha tételesen bemutatod azokat a költségeket, járulékos elemeket, amelyekkel egy átlagember nincsen tisztában, vagy pedig, mint az én esetemben a biztosítás esetében is, megmutatod azt, hogy bizonyos kockázatoknak mekkora lehet a költsége, amihez képest a te terméked, a te megoldásodnak a költsége alacsonyabb, vagy éppen becsukszik az elviselhető határba. A fenti helyzetekben annak ellenére, hogy az ügyfél azt mondta neked, hogy drága, és ezt már az értékesítési folyamatnak a vége felé mondta, mégsem szükségszerű, hogy kútba essen a vásárlás, hogy ne legyen siker a folyamatnak a végén. Hiszen a drága ezekben az esetekben nem azt jelenti, hogy nincsen rá pénze, vagy hogy valami miatt a te terméked nem állja meg a helyét a piacon, csupán valamilyen félreértés történt köztetek az igényfelmérés, vagy pedig az ajánlattétel során. Szóval neked értékesítőként a dolgod az az, hogy ne kétségbe, hanem ugyanolyan lelkesedéssel, kedvességgel, ügyfélcentrikussággal derítsd ki, tegyél fel pár kérdést, és tudd meg, hogy mi van a mögött, ha az ügyfél azt mondja, hogy drága. Kérdezd meg, hogy mire gondol pontosan, miért mondja ezt, mit szeretne, bátran menj bele ebbe a témába, nem kell tőle óckodni. Persze vannak olyan esetek is, olyan helyzetek is, amikor a drága az tényleg azt jelenti, hogy nem lesz vásárlás. Ezeket az eseteket is megnézzük mindjárt, de előjáróban fontos, hogy ilyenkor se változzon a hozzáállásod. Ilyenkor se legyen rosszabb a kedved, vagy legyél kevésbé segítőkész, kedves, ügyfélközpontú a vásárlóddal, hiszen az, akinek jelenleg nincsen pénze, vagy jelenleg nem tud vásárolni nálad, nem jelenti azt, hogy soha nem fogja ezt megtenni, sőt, attól függetlenül, hogy nem váltat a vásárlóddá, egy nagyon megbízható reklámarcod lehet, hogyha a megfelelő módon viselkedsz vele, hogyha a megfelelő kiszolgálást, ügyfélélményt kapja. Megtörténhet az, hogy egy vásárolnak van egy konkrét igénye, de nem tudja, hogy mennyibe kerül ennek az igénynek a teljesítése, és amikor megtudja, akkor ettől az információtól hirtelen az igénye is megszűnik. Ez velem megtörtént, ugye ha már motoros túráról beszéltem, akkor behozok még egy ilyen történetet. Úgy éreztem, hogy a motoromnak a hátsó traktusa, a hátsó rugós tagja picikét elkezdett gyengülni, és gondoltam, kicseréltetem. Aztán amikor megtudtam, hogy mindez mennyibe kerül alkatrészre és szervizdíjjel együtt, ez az igényem szinte elpárolgott. Tulajdonképpen hoztam egy racionális döntést, hogy ahhoz képest, hogy mit nyernék vele. Hozzáadva azt, hogy én mennyit motorozom és mennyire nem vagyok profi a motorozásban, rájöttem, hogy nekem ez egyszerűen nem éri meg. Úgyhogy ilyenkor, ha ez történik veled, szerintem annak ellenére, hogy nem lesz vásárlás a végén, de mégis örüljünk annak, hogy az ügyfél egy megalapozott és jó döntést hozott, és nem verte saját magát felesleges költségekbe. Szóval örülj, hogy segíthettél neki, és engedd el jó szívvel. Előfordul, hogy a vásárló azért mondja valamire, hogy drága, hogy neki ez túl drága, mert a pénzügyi lehetőségei semmilyen konstrukcióban nem engedik meg neki a vásárlást. Ez előfordul. Szerintem ilyenkor, ha az ügyfél nem vásárol, akkor hoz jó döntést, hiszen nem veri saját magát felesleges, esetleg túlzó és később problémát okozó költségekbe. Ebben az esetben nem kell őt győzködni, bízunk benne, főleg miután felmértük az igényét és beszélgettünk vele, vagyis valamennyire betekintést engedett nekünk az ő életébe és pénzügyi helyzetébe. Szóval bízunk benne, hogy a jó döntést hozza meg. Ne változzon meg a hozzáállásunk, a kedvességünk. Nem csak azért, mert egy jó ügyfélélményt adni az mindig megéri, hanem azért is, mert emberileg így tisztességes. Remélem, hogy ezt a videót megnézze meghallgatva, egy kicsit megváltozott a hozzáállásod ehhez a speciális ellenvetéshez, és már nem olyan kényelmetlen, mikor valaki azt mondja neked, hogy drága. Ha tetszett, amit hallottál, akkor alkalmazd már holnaptól kezdve. Ha valamilyen kérdésed van, akkor erre a címre írjál nekünk, és mi válaszolni fogunk. Egyébként pedig köszönöm, hogy megnézed ezt a videót, és sok energiát kívánok a vállalkozásodhoz. Találkozunk hamarosan. Sziasztok! Thank you.